Szalonkából azért ment a tömegnév Madéfalvára, de azon ének hajnaláig senki se gondolt a halálra. A madéfalvi veszedelem történetével kezdődött a bátaszéki székelyek megemlékezése. A székely gyilkosság néven is ismert tragikus esemény előzménye 1760-an nyúlik vissza, a székelyek jogaikra hivatkozva ellenálltak a katonai szolgálat kötelezettségén. A falut 1764. január 7-én hajnalban 1350 katona fogta körül, és fegyverrel mészárolták le azokat, akik a 4 órányi ágyúzás után még életben maradtak. Ez egy nagyon komoly és fájó dolog volt, és ezt valahol értékelni kell, és azért kell rájuk emlékezni. A madéfalvi védengzés hatására megmaradtak, elvándoroltak, és hozták létre az 5 bukovinai települést, megteremtve ezzel a bukovinai székelységet, akik aztán további vándorlásaik után 80 esztendővel ezelőtt találtak Magyarországon végleges lakhelyet. A madéfalvi védengzés során közel 400 ember veszítette életét, ami az akkori lakosság közel 10%-át jelentette. Rájuk emlékeztek a bátaszéki utódok.